Strasztvujtje! Jó napot! Jó napot, sziasztok! Szia, hello, szia! Szia! Na akkor is összeszedem magam, jó? 10-12 évig tanultam oroszt, úgyhogy muszáj lenne. Luk, kartoffel, igen, igen, de fogyózol? Vagy főzni szeretnél? Enni, Péter, enni! Enni? De mit kértem egyébként? Almát, burgonyát, meg hagymát. Ja, luk, hagyma. Hát igen, szóval ez... Igen. Ezeket viszont jól megtanultad ezek szerint. Te látod, szóval te egyébként neked ért valamit? Nekem nem sokat sajnos. De azóta jelenteni tudsz. Mindig tudok. Jelenteni tudok, igen, meg bemutatkozni, hogy ki vagyok. Az megmaradt mindannyiunknak, igen, hogy tavárisú csítjelnyice. Ja, a kládivájú vár. Tessék. Nyíktó nyált szuszfujet. Ezt szerintem minden magyar tudja. Nem? Hát aki még tanult, igen. Igen, hát már a mikorosztályunk, igen. Annyira jó illatok vannak, akkor választok erről, jó? Tegyek. Szóval Marci, én azt javaslom neked, hogy mindenféleképpen kossa meg a blininket. Ez palacsinta tésztát jelent, aha, többféleképpen el lehet készíteni. De az a lila is palacsinta? Így van, így van. Én azt gondolom... Megadom magam. Péter, légy oly kedves, csinálj nekünk egy... Blinit egy... szeretnék. Blinit. Széklásat. És vöröshagymás heringgel szeretnénk. Egy kis marinál savanyú gombával. Mit szólsz hozzá? Ú, nagyon jó. Ez itt mind orosz étel? Ez mind autentikus orosz étel, ez a nagymama receptjei szerint. Igen, mármint a így van, az saját én anyu, nem a anyósod, saját nagymama, anyósom, tehát az én feleségem, és akkor azt szerint jön az autentika. A feleséged félig orosz? Így van. Fele orosz, fele magyar? Így van, és akkor az ő anyukája Szocsiból származik, így ez teljesen autentikus. Tehát az autentikát onnan kaptuk, a vendéglátás részét én adtam. Óriási. És hát minden a nagymama receptje de szerint van. De nem csak oroszok járnak. Nem. Mindenféle nációból, uh-huh, tehát nagyon érdekes, jó, hogy... Az orosz konyha az nagyon izgalmas. És igen, nagyon sokszínű, hát mert olyan nagy az ország, és annyi féle dolog terem. Hát ugye 200 kilométerenként meg is változik az étrend. Igen. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy abszolút európai gyomornak való. Tehát az alapanyagok, minden ugyanaz a répa, cékla, amit itt igen, meg lehet az venni. Igen, meg az ízesítés is, tehát abszolút passzol a magyar ízléssel is. Igen. Na ez mi, rizses hús? Igen, ez egy rizses hús jellegű étel. Ez ebbe piros paprika van? Nem, ebbe egy orosz fűszerkeverék van. Aha. Plov fűszerkeverék, így plov van. És ebbe van répa, csirke, illetve rizs. Uh-huh. És ez egy valóban egy rizses hús jellegű. Ez egy tálétel, így van. És az a hagymás gombócot mi várjál? Hát az a hagymás az olyan autentikus. Nagyon tetszik. Smelszem, tehát az azt jelenti. Igen, az azt jelenti, hogy húsos. Hús, hogy azt melszem, az a hús, és ugye ez egy zöldfűszeres sertés fasírt, Pazsárszki Katlet néven fut. Pazsárszki Katlet, igen. Úgy készül, mint a saját fasírtunk, csak aha, a fűszerezése más. Ez ugye kapros, petrezselymes, ez egy kicsit ilyen erőteljes íze van, a fűszerzése nagyon erős, nagyon finom. Na hát a borsot ismerem, az ugye savanyú káposzta, cékla és hús a levesben, ugye jól mondom? Igen, viszont nem savanyú káposztából készül. Akkor mit a savanyú? Egy kis ecet, de nem savanyú. Édességük nincs? De azt igen, képzelni, igen. Ha édes, akkor nagyon édes, amit esznek. Jó, képzelem? Igen, vannak nagyon édes, aha, dolgok, meg vannak kevésbé édes dolgok. Attól függ, hogy előre elkészült dologról, tehát egy keksz édességről beszélünk, vagy egy nagymama receptje szerint elkészített. Én nagymama receptre vágyom. Mire szedjük rá nagymamát? Nagymamát? Bábuskát? Mindenféleképpen a pozsászikot. Jó, oké, okay, őt meggyőzzük. Azt mindenféleképpen. Majd. És a sárlotka tortát. Sárlotka, ez egy almás, fahéjas. Jó, egy könnyű.
gyönyörű céklásom rózsaszínen a palacsinta. Az egy adag, amit egy kapok? Egy adag, bizonyán. Éhes nem maradok. Bizonyán. Hát nem, de pedig még sok mindent se. Szeretnék ma megkóstolni. De nem baj, besegítek, hogyha nem jó, oké, okay, szuper. És mindent be tudtok szerezni, minden alapanyagot? Minden alapanyagot. Illetve ugye, ami Magyarországon beszerezhető, tehát a zöldségek, hús, az természetesen innen érkezik, és vannak olyan alapanyagok, amiket természetesen oroszboltból szerzünk be. Tehát van jó oroszbolt. Van, nagyon jó kis oroszboltot tudok, úgyhogy ha gondolod, meg is mutatom. Eljutok veled. Hello, sziasztok! Szia, nagyon régen jártam, örülök, Borbás Marci. Jelena. Szia. Szia. Hú, izgi, izgi. Ja, hát a halak, a ugye? A halak az a fő, igen. Mi nagyon szeretjük a halas ételeket. Ugye itt van tehát ilyen rákok, ami nem kifejezetten orosz kaján, de azért minden orosz nagyon szereti minden, ami halla összefügg. Igen, igen. A rengeteg tea, ugye grúz tea. Igen, és nagyon sok ízben lehet kapni, nagyon finomak. Ez a nyírfalé? Nyírfalé, igen. Ezt hallottam, soha nem kóstoltam. Tehát igaziból a nyírfát megcsapolják. Nyírfát megcsapolják, igen. Tehát így minden tavasszal megvágják a nyírfának a kergét, igen. És ugye ahogy jön belőle a lé, azt összeszedik, és ugye tehát így üvegben és kapjuk. Mint üdítő? Ez egy üdítő ital, igen, és nagyon hasznos, tehát így nagyon sok a C-vitamin. Egészséges, igen. És a legautentikusabb kiszerelés az a nagy ilyen befőtes, 3 literes befőtes üvegbe. Bizonyám, az a legautentikusabb kiszerelés. Majd nyáron gyere, és akkor... Jó, de most viszek egyet. Ismerem, ezt én is már készítem. Nagyon finom. Hogy a paradicsomot így befőtbe teszitek el, de savanyúságnak, ugye? Savanyúságnak, ez inkább sós, mint ecetes. Az ecetet, az nagyon minimális értékben szoktunk hozzáadni, inkább ilyen konzerváló, tudott ilyen tartósítószernek, hogy azért, hogyha sima sós vízben lesz, akkor nem fog annyi ideig elállni. Például a gomba is, vagy csemegeoborka, ami ugye nálatok az teljesen ilyen édes ecetes, nálunk az inkább sós. Még mi? Ja, és a kaviárok. Na, igen, a kaviár az a kaviárok, legfontosabb. Igen, hát abból én is szeretném majd kérni. Rengeteg féle van. De azt hiszem, hogy ilyet szoktatok venni, nem, ugye? Nem, vagy a másikat? Ilyet szoktunk venni. Mert ugye a lazac kaviárból is van többféle, van ami... tehát itt mindegyik nagyon finom, de van ami egészen ilyen prémium, nagyobb szemcsés, és van kisebb szemcsés. Minden orosz nagyon szereti, ez a hering, és már filézbe lehet kapni, ugyanúgy, mint tudod, mint Magyarországon is van ruszli. Igen. Ez ugyanaz, csak nincs benne ecet. Aha. Olajban kapható, olajban. És itt sokkal-sokkal jobban lehet érezni, sokkal jobban kijön az íze. Nagyon ne is tedd vissza majd, mert én ja, igen, mert... köszönöm, hogy erre szükség van. Meg ugye, amit szoktunk szeretni, a sörhoz, ezek sörkocsonyának. De csak semmit nem csináltok vele? Meg kell pucolni. Tehát a bőrét leszedni, és akkor lehet egy kicsit így rakcsálni. Hát de ez kemény. Nem baj. Nem kell. Olyan, te chips. Chips, jó, igen, vagy valami chips. Mert egy sörkorcsolyaként. Így, ahogy tudod, van. Igen, csipegetni. Viszek egyet. Oda teszem neked. Jó. Tisztelődött a hagymánk. Mit főzünk belőle? Pazsárszkéket léti. Ez egy orosz recept, és nálunk a családban
mikor nagyon-nagyon sok vendéget vártunk, és előre készítettük az ételeket, ez előszeretettel mindig. Tehát ez egy ünnepi étel. Lehetne ünnepe, vagy csak családi összejöveteleknél is. Az a lényege, hogy jóval előre lehet elkészíteni, és akár lefagyasztani a fagyasztóban, és utána előveszünk, és már is be a sütőbe. Aha. Csak elősütjük olajban, igen. Egy kérget sütünk majd igen, rá, jó? Igen, amit gyorsan összeugrik, igen. Összefogja, és, akkor be és a utána a tepsibe, és utána így. Jó. Ebbe úgy kerül rozs kenyér beáztatva tejszínbe, utána jól összenyomkodjuk, tejszínbe, igen, és összekeverjünk majd a hússal. Száz gramm rozs kenyér, és mennyi a hús? És 700 hús. Aha, tehát fele annyi rozs kenyér, mint amennyi a hús. Igen, igen, igen. Nem? És akkor itt megpirított hagyma. Megdisztelt hagyma, beleteszünk a húsét. Két. Egész tojás? Egész tojás, igen. Igen. Vigyázunk a sózással. Vaj. Vaj. Ebbe? Fagyasztott vaj. Ajaj, fagyasztott vaj. Az orosz konyhában nagyon sokat használnak vajat, nem zsírt, mert ugyanis az Észak-Kaukázusról, ahol én származom, ugyan nagyon-nagyon sok különböző nemzetiség ember él, uh-huh. és sok kaukázusi, és a kaukázusiak között muzulmának ja. és keresztények. Aha. És ugye nyilvánvalóan sok orosz, sok ukrán, sok zsidó, sok görög, és emiatt mindig odafigyelnek, hogy ne a sertésből származó anyagokat aha. használjanak. Na, hogy jön bele a fagyott vaj? A fagyott vaj úgy jön be, hogy reszelő. Ja, reszelni kell. És mennyi vaj kell bele? Hát ebből is ugyanannyi, kell, mint amennyi kenyér. Tehát akkor igen. most 10 dek van. Igen, 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 igen. Akkor jön a kenyér. Igen, kicsavarod és az egészet igen. összegyúrod. Na közben meséld el, hogy igen. mikor jöttél Magyarországra. Ebben az évben, szeptemberben 40 éve lesz. 40 átjöttük, éve bizony, vagy. Bizony. De hogy kerültél ide? Úgy kerültem ide, hogy én kint éltem, ahol az én jövendőm, tanult katonai vadászpilótának. Vadászpilótának. Bizony is. A magasabb utási társának megfelelően készítették egy ilyen Vécsér internacionálne družbe, tehát... Baráti találkozó, nemzetközi baráti találkozó. Úgy. És barátkoztatok, és addig barátkoztatok, igen. hogy 40 éve barátkoztok. Azóta is, igen. Azóta együtt vagyunk, igen. Mindenképpen meg kell kóstolni, nem szabad tolsózni, mert nagy erőteljes ízek van. Mert ahogy sül, melegszik, igen, sósodik. Igen, igen. És egy icipicit borsot is teszünk. Uh-huh. Nálatok is az a divat, ugye, hogy ilyen sokféle, igen. nagy terű asztalkám, tehát nem úgy, hogy na most egy leves, ez egy most krumplipiré, ez egy kis sütemény is kész. Nem. Több, milyen, nem, milyen. Nagyon több étel, ami előételként, zakuszka. És mindenki van az asztalon? És kiteszünk. Minden ott van, és mindenki ahhoz nyúl, amit kiteszünk, kíván. Igen, minden. Az így nagyon jó. Úgy, és akkor itt van a kivajazott tepsi, amiben igen, kiszedjük. Igen, és hirtelen megfordítjuk. Igen, bezárjuk a szaftokat, tessék. Na, Marcsi, milyen ügyes vagy. Na, ügyes, és ez az utolsó. Na. Tíz percig sütjük? 10 percig fólia alatt. Ja, aha, és utána még folytatjuk. Körülbelül 200 fokon, előmelegített sütőben, uh-huh. és utána meglátjuk, hogy még egy 5 percet adunk neki, hogy egy piruljon, picit piruljon, sisteregjen. És kész. És kész. Azt mondták nekem az itt élő oroszok, hogy több mint 100 000 élnek itt, azért az jelentős, nem? Az egy elég. Igen, igen. De milyen nagy orosz emlékeink vannak?
Hát talán ami nagyon-nagyon jelentős, ami nem csak emlék, hanem emlékezett is, az a legmagyarabb nádornak, József nádornak az első felesége, Alexandra Pavlovna Budapesten, aki te mögöttünk látható Budai várban lakott, és őt gyakran emlegették a magyarok királynéjaként is, és hát a kortársak szemében is nagyon szeretett, és nagyon-nagyon népszerű figura volt. Nagyon szép volt, nagyon igen. Szerette a magyarokat. Igen, igen, és nagyon érdekes, hogy József nálam nem csak azt emelik ki, hogy gyönyörű volt, hanem nagyon meleg szívű volt, jó szívű és intelligens. És ez is nagyon érdekes történet, hogy ő hogy került Budapestre, vagy hogy lett József Nádor felesége, hogy őt eredetileg a svéd trónörökesnek nézték ki. Igen, nézték ki, de hát aztán az nem jött össze, és pont időszerű lett volna a Habsburgok meg a Romanovok között egy ilyen erős dinasztikus kapcsolat, és hát felmerült ennek a házasságnak az ötlete, és József Nádornak megvannak a levelei, amikor először találkozott Alexandrával, és tényleg szinte szerelem volt első látás, vagy nem is szerelem, de nagyon nagy rajongással beszélt róla. Csak nem sokáig élhettek együtt. Igen, igen. Alexandra nagyon-nagyon fiatal volt, és egy másfél-két éves házasság után egy tüdővészbe el is hunyt az első gyermekük születése után. És azt a legendát hallottam, hogy ő volt az, aki egy Romanov lány létére a piros-fehér-zöld, a trikolort a zászlónkba kitalálta. Igen, igen, ezt én is hallottam, ezt a legendát. Ezt gyakran szokták emlegetni, hogy nem egy magyar volt, meg nem március 15-a volt az első alkalom, hanem ugye a francia forradalom hatására, ugye akkor jött be ez a trikolor használat, hogy ő helyezte valamelyik megyének a zászlójára elsőként egy ünnepség alkalmával. Volt-e még valami kapcsolat? A Romanovokkal volt egyéb kis legenda is. Igen, igen, ez már tényleg csak legenda, mert a forrásra én magam sem találkoztam, de hogy az utolsó orosz cár, második Miklós volt, és állítólag, amikor Ferenc Józseffel találkozott, ugye neki az édesapja volt az, aki 1849-es szabadságharc leverésében részt vett, de hogy Miklós jelezze, hogy ő ezzel nem feltétlenül értett egyet. Mindig, amikor találkozott Ferenc Józseffel, akkor díszmagyar egyenruhában. Díszmagyarba? Hát igen, igen, a magyar katona egyenruhában jelent meg, és akkor Ferenc József mindig nézett, hogy jó, rendben, értem a célzást. Úgyhogy igen, igen, ilyen legendák is. De ez milyen szép. Igen. De tulajdonképpen így az orosz hagyaték, az főként erre az időszakra tehető, azután már sajnos csak szovjet hagyatékot igen, lehet találni, de ezek nagyon kedvesek, nagyon helyes történetek. Igen. Na, jöjjön ez a csodasüti. Az nem csodasüti, ez egy nagyon-nagyon egyszerű. Lehet, hogy a magyaroknál is hasonló készül. Nálunk úgy nevezik, hogy sárlótka. Sárlótka. És eredetileg almával készül, de bármely gyümölcsből. Őszi barack, sárga barack, isteni. A lekvárral lehet, felvágunk is lekvárral, lehet teledobálni aszalgyümölcsökkel, felvágott aszalgyümölcsökkel. De ez a legeredeti, ami nálunk otthon úgy készült, hol reggelire a tejhez, például a tojásrántotta után. Mama korábban kell, hogy ott van, legyen és a langyos sarlotka. Igen. Négy tojás. Egy kis csípet, de csak egy gondolatni sót lehet rakni a fehérjébe. Most, vagy majd, ha már fölvertem? Jobban felverődik. Aha. Sárgát, meg 25-ek a porcukorral. Igen, így majd azt is külön habosítsam igen, fel, igen, jó? Igen. Tehát liszt 25 szintén amennyi cukor, igen. Porcukor, egy kis, a nagymama mindig tanította, hogy ennyi ki is jött belőle a sóból, hogy az édesbe, édesbe egy, igen, csipetni só, a sósba egy csipetnyi cukrot. Na, akkor most mondd meg nekem, hány kilométerre van innen, volt innen a nagymama? 3000. Ugyanezt tanítottam nekem, látod? Beletesszünk egy, lehet egy egész vaníliacukor, de ha nincs, semmi gond. És a sütőporból körülbelül a felét. Ó, elég lesz, elég, köszönöm. És akkor jöhet akkor a cukortajás sárgájával. Pá, pá, ott van, pá, pá. Bizony. Ennyi. Tíz-tizenkét deka vaj, csipetni só, fél zacskó sütőpor, 25 liszt. Igen.
hozzáteszünk sárgáját, 25 cukorral. Jól elkevert porcukorral. Ezt is belevágjuk? Ez csak a héját reszelünk. Aha. Közben letelt a 10 perc, akkor le kell kapni róla. Igen. A húsról az alufóliát, hogy piruljon. Visszateszem. Na és akkor jöhet és bele akkor jön a hat fele, vagy harmada. Hát úgy körülbelül is, és az attól függ, hogy milyen a tészta. Azért, hogy de szép. Azért nézzünk. Hú, azért. De gyönyörű. Nagyon egy két perc szójat a két perc múlva jó, is kiveszi. Jó, ide előkészítem neki a helyet. Ez a vaj és tejszín illat, ami jön belőle. Ez majdnem olyan, mint egy vajas piskóta. Így is lehet mondani, igen. Jó kis narancsos, vaníliás. Kicsit belenyomod. Igen, hogy belenyomkodom, úgy szorosabban. Másik irányba kell a másik sort. Értem. És akkor közben így egy picit megszórjunk. Kristálycukor, minél igen. Nagy szeműbb. Igen. Fahéj és be a sütőbe. 25-30 perc, 200 fok. Igen. Új, de gusztusos. Muszáj ezt nem is megkóstolnom. Meg, remélem nem túl sós lett. Közben elfogyott egy utolsó palató. Egészségedre. De gyönyörű. Köszönöm. Ez a teához? Igen. Az erdei lekvár. Bele kell rakni a teába? Igen. Sása? Cukor helyett. Mozsna? Ízesítésnek. Mozsna? Lehet? Vagy igen, igen. Azt jelenti. Nagyinál úgy volt, hogy amikor így összegyűlt a család, akkor az ő feladata volt, hogy a szamovár mindig meleg legyen, és mindig legyen friss eszencia. De hogy lesz eszenciánk? Belevergjük a tejfüvet és leforrázzuk. Kicsit többet. Így van. És nagyon fontos az időtartam, hogy ugye 5-6 perc, attól függ, hogy éppen milyen teafűből készül, hogy ugye ne maradjon tovább cserszabas benne. Cserszabas, ne legyen mert akkor nagyon, igen. És az így folyamatosan melegen tartja. Tehát ott fönt egy eszencia van, igen. És forró vízhez nem teafűvet adtok, hanem ebből az eszenciából adagoltok, ki mennyire erős teát szeretnék. Pontosan. Na, végre. Most egy erős teát. Köszönöm szépen. Én közel 20 éve ismerem a Sását, és én pont ugye akkor ezekből a gyökerekből abszolút nem táplálkoztam, és most itt teljesen más dolgok világosodnak meg, és ez hihetetlen izgalmas mindig. De valaha egyébként éltél Szovjetunióban vagy Oroszországban? Hát gyerekkoromban nagyon sokat voltunk ugye a Szovjetunióban, gyakorlatilag mindenfelé, amerre a család a háború alatt szétszoródott, tehát ez most Pétervártól Tbilisziig, tehát Grúziáig. Egy 4 évet dolgoztam Moszkvában egy zárt körű étteremben, ahol alapvetően a filmes világnak volt ez egy ilyen zárt körű klubja, de hát színészek, előadó művészek. 93-tól 97-ig. Uh-huh. Mert te csábítottad haza, vagy hogy volt hát, ez? Igen, már azért fél lábbal itthon voltam, tehát amikor kaptam az egy telefont, hogy arany kaviár étterembe jó lenne, ha jönnék. Arany kaviár, hát... Jól hangzik. Mondom, hát persze. Hát maga az étterem háromszor kisebb volt, vagy négyszer. A konyha az óriási 3 négyzetméteren terült el, úgyhogy volt kihívás.
ez mit? Orosz szokás szerint a blinire teszünk egy kis vajat, utána hagymát, kaviárt, és kész. Esetleg egy kis tejfölt. És a és végén hát... egy kis citrom. Citromot nem. Akkor miért van itt? A citromot sajnos a vendégeink még mindig kérik, de... De én... nem kell. Nem. Jó, szuper. Nagyon elveszi elnyomja a kaviár ízét. Tehát az oroszok nem eszik citrommal. Nem. Jó. És hát itt van egy aranykaviár gurmé szelekció. Ez a saját kaviárotok? Igen. Na, szuper. Kecsége kaviár. Ez így néz ki, ez ilyen gyönyörű szép színe. Gyönyörű. A kecsege, ugye ő is tokhal. Igen. És valójában a tokhal féléből származó kaviárt nevezzük kaviárnak. Ma már minden sósikra az kaviár, tehát akár pontból csináljuk, vagy nyúlhalból, vagy bármiből, az mind kaviár, kaviár, de az igazi, az mégiscsak a tokhal. Odaadod a kezedet evőeszköz nélkül? Kezemet? És a, nem, és akkor ide teszünk, jó? Így kell kóstolni, mint ahogy a pálinkát szagoljuk? Kb. Ez az igazi kaviár. Így kóstoljuk a kaviár. Így van. Hát ez borzasztó. Nem akarom, nagyon finom. Itt jön az, hogy mi a valóban drága. Tehát igen, a beluga valóban nagyon drága, ritka, viszont nagyon-nagyon lágy, enyhe ízű maga az ikra. Nincsenek annyira jellegzetesen karakteres ízvonásai, mint például a kecsegének. Kiló beluga kaviárnak mennyi a világpiaci ára? Most olyan 2500 euró körülbelül. 800 000 forint. Egy kiló beluga. Nem kívánom. De azért a én egyáltalán legdrágább kaviár az nem beluga. Na, mi a legdrágább kaviár? 60 évnél idősebb albino oszetrák, tehát vágótokokból gyert ikra a legdrágább. És akkor a legdrágább, ugye, hogyha vad vízi halból származik, tehát még ennek duplája is lehet az ára. Régen csak a cár jutott hozzá, és neki kellett ugye ezt leszállítani, amikor találtak ilyet. Hát meg a páziákkal. Persze. Atya ég, de szép. Ez hal? Ez hal, ez hering. Tehát oroszosan pácolt hering. Nincs nálatok élet sózott hering nélkül, azt nincs. Tudom, igen. Igen. Pici olívaolajat tettem a serpenyőbe, arra tettem hagymát, erre jön majd egy kevéske vaj, amikor már a hagyma egy picit megpirult, és előfőzött rizs kerül még hozzá. Egy kevés sós vízbe lett megfőzve, semmi extra, mert utána a serpenyőben kapja meg a végső. Tehát ez egy risottószerű? Risottóhoz hasonlít, annyi, hogy tejszínnel, tejjel, vajjal készül. És nem készül, húslével. Nem húslével, viszont szereti a bort az ételt. És mi a neve? Inkább úgy mondom, rosszul, hogy hadd halljak. Rizspacarski, tehát rizszárjasan. Rizspacarski? Rizspacarski. Tehát nekem egy picit az az érzésem ezzel a cárias kifejezéssel, hogy megpróbálták nemesíteni az ételt kaviárral, innentől kezdve már cári. Ja, értem. Ez egy olyan szakástól tanultam ezt az ételt, aki a Krem konyháján dolgozott 25 évet. Anya, egy picit azért már is sózzuk. Szerették a finom ételeket, hát akkor is, igen. Teszek is rá bort, hogy ki tudjuk jól forralni az alkoholt belőle. Tehát ez lazac, kaviár lazacsal. Ez egy Vandel ketelazac kaviár, kamcsatkai. Teljesen autentikusak vagyunk minden. Rátesszük a rizst. Te is gyerekkorodban tanultál még meg oroszul édesanyától? Tehát igen. Ez az anyanyelved? Igen, igen. Hiába itt nőttél föl Magyarországon. Mivel édesanyám ugye tanulta a magyart, szépen lassan, ezért előbb beszéltünk mi oroszul otthon, mint magyarul. Egy kis vajat, az is krémesebbé teszi az egészet, mindjárt beleolvad. Hozzátesszük a kis tejet. Thank you.
Ez a bor rengeteget javít a dolgon. Hát azért figyelj, van benne lazac, vagy gyere, gyere Attila! Jó. Ajjajajajajajajaj. Azért ez egy próbatétel veletek forgatni egy napot. Köszönöm egy picit, jó? Hogy közelebb legyen a készhez. Na zdarovje. Na zdarovje. Na zdarovje. De milyen jó étel egy kanállal meg lehet tenni, nem kell, hogy sok mindenféle evőeszköz. Jól tartod a tányért. Igen, régi jó tányért tartó vagyok, tudod. Hát elejtem. Meg fogom én, nézd. Sziasztok, fogom szívesen. Készülj elő a sütire. Jó? Úgy legyen. Ez tulajdonképpen tehén túró, egy kis vaníliás cukorral, ki van formázva. Esetleg, ha nagyon vizes lenne a túró, egy nagyon kevés lisztet azért elbír, ebben nincs. Ki szoktuk fagyasztani pont azért, hogy a formáját megőrizze, és utána nagyon lassan megpirítjuk majd mind a két oldalát. Szirnyiki. 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 Gyakorlatilag, mint hogy valamilyen sajtos készítmény lenne, mert az oroszok ugye, amíg ő csak úgy van, mint túró, addig twirl. Ha már hozzányúltunk, csináltunk belőle valamit, onnantól kezdve már a sajtos... Már sajt. Igen, tehát hogy szírniki. Szír. Egy pici olaj, pici vaj, erre rádobjuk a fügét. Fügét. Ez lesz majd hozzá a ragú, a forró ragú. Egy kis karamellt és fehér bort. És mit rakunk még rá? Egy túrófagyit. Jó, ugye nem akarjuk teljesen szétfőzni a fügét sem. Nagyon gyorsan fő a füge, úgyhogy óvatosan kell vele. Így. Gyakorlatilag el is készült. Szeretem a gyors recepteket. Hihetetlen jó illata van. Megérkezett az áfonyás vodka hozzá. Ajaj. Évente egy orosz konyhaadást vállalok. Mivel orosz konyha, orosz vodka, áfonyás vodka. Én csak megkóstolom, jó? Hogy még érezem a szirnyik illatát, ízét is, egészséget. Előre. Mert elolvasztja a forró a fagyinkat. A hideg, a forró, és ott van az áfonya. Picit fanyar, gyümölcsös, frissítő íze. Ugye így a desszert után már nem fogom megkóstolni, csak szeretném legalább látványra, hogy milyen az igazi aranykaviáros stroganov. Meg fogom mutatni a stroganovot, de azért úgy gondolom, hogy érdemes lesz átlátogatnod a Moszkva térre. A piacra. A Hold utcai piacra. Mert hogy ott azért a népi konyhát tovább viszi. Az én mániám. Thank you.
nagyon szép ez az ortodox templom. Kicsit az az érzésem, hogy olyan, mint amilyennek a görög-katolikus templomok. Igen, hát a görög-katolikusság eredetileg ugye az ortodox egyházhoz tartozott több évszázaddal ezelőtt. A különböző uniók voltak azok az osztrák-magyar monarchia területén, amelyek ilyen hittérítés jelleggel az ortodoxokat próbálták a katolikus egyházba beintegrálni. Részben ez sikerült, és hát azért olyanok a templomaik, mert ugye hát a hagyományt megőrizték. Tehát mindenben, a templom felépítésében, illetve hát az egyházfegyelemben is, mert a papjaik ugyanúgy nősülhetnek, mint nálunk az ortodoxián. De ön magyar, nem orosz, ugye? Igen. Csak maga a magyar ortodox egyház is oda tartozik az orosz pátriárkához. Igen, igen. Hát úgy kerültünk az orosz ortodox egyházhoz, hogy ugye itt, akik építették ezt a templomot, görögök voltak, görög kereskedők, és hát idő folyamán elmagyarosodtak. Na most ugye többfelé fordultak ők a kéréssel, hogy szeretnék magyar nyelven végezni az istentiszteleteiket, de hát nem engedték ezt meg, sem a Konstantinápoly részéről, sem itt a budai szerbpüspök, és ezért jutottak el végül is nagy kerülőkkel, Munkácson keresztül az ortodox egyházhoz, amely 1949-ben fogadta a joghatóság alá, azzal az engedménnyel, hogy magyar nyelven végezheti az istentiszteleteit itt. De az itt élő oroszok ide járnak? Részben. Tehát itt van egy orosz egyházközség a Lendvai utcában, egy kápolnával, ahol csak oszláv nyelven folyik az istentisztelet, és oroszul prédikálnak. Ide azok járnak inkább, akik valamiféleképpen vegyes házasságban élnek magyarokkal, és hát ugye itt már jól tudnak magyarul, és otthon érzik magukat a magyar istentiszteleti nyelvben. Ortodox egyháznak mik az alapvetései, miben különbözik a Rómához tartozó katolikus egyháztól? Azt mondhatnánk, hogy a kezdet ugyanaz. Krisztus Urunk, az apostolok, és így tovább. De két egyház más vonalon fejlődött. Tudjuk azt, hogy a nyugati egyház az egy jogi szemléletű egyház, és más a keleti egyház, ami egy kicsit ilyen lelkibb vagy bensőbb alapon van. Ugye van az első hét egyetemes zsinat, amelyek hozták az úgynevezett legfontosabb dogmákat, amit az eretnekségek váltottak ki, és ezeket kellett rendszerbe foglalni, hát ezek lettek a dogmák. Na most ugye a 10.-11. században közepén ugye a nagy egyházszakadáskor elvált, külön vált a két egyház egymástól, és több egyetemes zsinatot nem tudtak tartani. Igen, és aztán a kibékülés tulajdonképpen 1900... Hát 65-ben, tehát akkor a római pápa, hatodik Pál és első Atinagórász, konstantinápai patriárka találkoztak Rómában, és ott közösen visszavonták ezt a kiközösítő bullát. Viszont ez egy gesztus volt igazából, egy ilyen baráti gesztus, vagy testvéri gesztus, mert nem állt helyre viszont a szentségi kommunió. Tehát az, hogy ha valaki katolikusként eljön a mi templomunkba, nem áldozhat itten, és fordítva is. Ha ortodox megy a katolikusba, akkor... Hát reménykedjünk, hogy lesz majd egy újabb ilyen baráti találkozás, ami majd folytatódik. Bízzunk benne, hogy hát a közeledés folyamatosan elindult. Ez így van, tehát folyamatosan megy előre a Igen. dolog, bízunk benne. De a pezsgőt nem vodkával isztátok egészségedre. Le, amikor hogy. Ezért az oroszok nagyon bírják a vodkát meg a pezsgőt. Szerintem ők másképp bontják le, más az enzimrendszerek, vagy nem tudom, mert a bort kevésbé bírják, ez igaz. Igen? Ahhoz edzöttek, úgy látszik. A de az igaz, hogy deci vizes pohárból iszták, hát ez vagy szegény, ez csak egy szegény, legenda? Szegény időszak, amikor már decibe, régen azért ez 2 deci volt. Még jó az orosz pezsgő manapság is.
Ban megjelent egy másik fajta pezsgő, gyakorlatilag a Krasnodár környékén, az Abrahel Dürszol, ami valóban régi gyökerei vannak, csak ugye Gorbacsov kivágatta a szőlőket, és akkor megszűnt. Komolyan. A Szerészkei Jégvisztő pedig tankpezsgő, ugye tömegellátás, vagy tömegtermelésre volt károsodva. És a sámpányt még használhatják az oroszok? Én azt hiszem, hogy ők nem fognak... Nem kérdezték. Nem fognak felül érdeklődni. Még egy ilyen kultikus italotok van, az a kvász. Még amikor... Szerintem belemújtolok, mert úgy nem tesszük le. Jó? Én lehozom is, megmutatom a kvászt. Ez most nem a házi. Ja, lehet kapni így kvászt. De te tudsz készíteni. Hogyne. Hát régen készítették a családok házilag, nem? Hogyne, természetesen. Azért alakult ki, mert ez volt. Igen, úgy készül, hogy jó barnára, sötétre sütött roskenyére. Azzal indulunk, kell hozzá egy kevés cukor, méz, mazsola, torma, és élesztő. Hú, ez nagyon finom, de ez alkohol egyébként? Ebben nincs, ez alkoholmentes. Ami háznál készül, ott 1-1,5% alkohol előfordulhat. Magyarországon azt mondták, hogy elrontott kóla, szerintem viszont a kóla van elrontva. Ez nagyon finom. Szerintem jó, üdít. Tehát nagyon az ember érzi, hogy frissítő hatása van. És ez kenyérből van, mazsolából, tormából, mézzel. Mézzel. Az a házi egészséges dolog. Na, miben különbözik a piacos büfé az étteremtől? Ez teljesen más. Mm-hmm. Már régóta szerettünk volna Szásával, hogy legyen egy olyan hely, ami egy lazár. Nagy tömegeknek. Igen, és a népi, azokat az ételeket, amik egyébként szorulnak ki az étteremből. Hiszen hát minden hát ugye a fine diningból ilyen formán kiszorult, tehát ideig át van dolgozva. Tehát ez az orosz népi konyha. Népi. Így van. De jó. Van egy fontos koncepció, ha már piac, akkor legyen az, hogy minden itt készül. Igaz, hogy ilyen 4-5 fogás van. Mert vannak írva. Most a borcs és a szoljanka. Ugye az igazi kijevi csirkét azt... Na de milyen ez akkor? Tényleg az ott is ez így van. Fűszeres vajjal, ami annyi, hogy petrezselyem, sóbors és egy kis fokhagyma. De vajjal van töltve a mell. Az eredeti recept szerint ugye, ha beleszúrja valaki ugye, a kést, akkor óvatosan kell, mert akkor kifolyik belőle a vaj, és akkor az megy rá a pürére. És ugye a vajarány az elég magas a csirkéhez képest, és ezt jelezzük is, mert nem vigyáz valaki, akkor könnyen a ruhájára is. De jó, ez nagyon tetszik. A másik pedig a kétfajta pilmennyi. Pilmennyi vagy felmennyi? Pilmennyi. Pilmennyi. Ezzel kocintok még egyet, és ezt a pilmennyit ezt készítjük azt el, csinálom, jó? Azt csinálom, szibériai pilmennyit, ami húsos. Szibériai, aha. Kezdésnek egy nem tudsz főzni, nem tudsz főzni. Nem, egy kis volt az életben. Orosz büfében vagy. Marci. Gyuri, ide adnád a papírlevelet, ha már forra vízre tegyek bele. Nagyon sok százalék alkoholos ez? Csak 40. Oh. Ez szigorú 40, ez még mennyereje féle. Aha, jó. Százalék. Lehet, hogy 50 volt. Köszönjük bele egy kis papírlevelet. Mi van a vízben? Szegfűszeg, most már babérlevél is, só. Igen, só, szegfűszeg és babérlevél. Már a fűszer kombináció is nagyon izgalmas. Nagyon jó, hogyha a főzőlébe vagy egy tényleg kevés szegfűszeget vagy fahéjat teszünk. Ezt lehet spagettinél is nyugodtan csinálni. Mélyebb, tónusú ízeket fogunk elérni vele. Köszönöm. Tehát így szép kerekre kiszaggatjátok a tésztákat. Milyen húst raktok bele? Ez sertés oldalas egyébként. Aha, hogy jó kicsontozva, pontosan, mert a sertés oldalasnak a zsír és hús aránya a legtökéletesebb. De egy picit felfrissítjük, jó? A tésztát, mert ez csak sima víz. Tehát én úgy szeretem készíteni a tésztát eleve, hogy 1 kiló liszt, 1 tojás és akkor tejföl. Illetve annyi víz, amennyi még muszáj. Csak egy kicsit tovább lehet vele dolgozni, mert a zsírossága a tejfölnek, amikor benne van, akkor nehezebben szárad, nem olyan gyorsan. Az oroszok eleve egy picit, hogy úgy mondjam, főttesebbre, lágyabbra főzik a tésztát. Ez nem olasz tészta. Igen, igen. Hát nem az al dente, hanem ez egy puhár. Igen.
Ebben csak hagyma is van a húsban. Van benne sóbors hagyma. Uh-huh. Azért jó egyébként így megfogni a tésztát és csinálni, tehát nem így az asztalon, mert így mind a két oldala egyformán nyúlik, egyforma vastag lesz. Uh-huh. És ugye ahol összenyomjuk, ott az ujjaskánkkal ugye annyira nyújtjuk, vagy nyomjuk majd össze, hogy egyforma legyen mindenütt a tészta, szerintem bele is dobáljuk, jó? Oda. Nagyon jó illata van. Közben a levest megkóstolhatom? Filményi. Szuper és megfinom is. Tehát, hogy teszek itt rá vagyok. A levélből, jó? Igen. Több nem és ezt kell. Jól összeforralod. Így van. A borst leves, tartalmas népi leves. Ú, ez nagyon passzol a magyar ízléssel is. Nagyon. Örülök, hogy ízlik. Egy kis nyers tejföl rá, petrozsén mindenféleképpen. Uh-huh. Utána egyik oldalra azért teszek egy kevés kecetet, jó? Több talán nem is kell. Működik? Te is egyél belőle. Fú, ez nagyon finom. Látod a paraszti konyha, milyen egyszerű eszközökkel dolgozik, és olyan fantasztikus ízeket. Hát több száz év próbatétele előzte meg a végleges formáját, úgyhogy nagyot nem tévedhet. És lánybulit csinálunk a végén. Igen. Én úgy terveztem, hogy egy palacsintázok egyet, mert tudod, most van az a vajas hét, oroszor az a maszlény, ez igen, ünnep. Ezt már hallottam. És minden mennyiségben szoktunk palacsintát enni. És, de mi az a palacsintának a vajhoz? Azért, mert jó vajasan szoktunk enni, mert ilyenkor jól szoktak tele enni magukat az emberek. Valentina és Natália. Igen. Сделаешь блинчики, пожалуйста, потому что я не очень умею. Сделаешь, пожалуйста. На, знаю. А веги мактанула до зорос. На микет хостал фертетнек а палачинтара болт Ваниен. Ez mi? Fekete ribizli lekvár. Igazából az nem is lekvár, hanem össze van dörzsölve a fekete ribizli cukorral. És ez egy natur fekete. Natur, igen, natur. Hidegen. Tehát igen, nincs főzve, vagy nincs hozzáadva, tudod, ezek a sűrítőanyagok. Igen, tele van vitaminnel, és nagyon-nagyon finom. 25%-os tej. 25%-os, mint tejszín. Atya ég, mint a vaj. Ez az igazi orosz kaviár. Igen. Nálunk ugye a vajas hét, amikor maszlenyice van, akkor lazacos palacsint, ez a legtradicionálisabb dolog, amit... Tehát ezt tesszük a palacsintára. Igen. Óriási. Lazac kaviárra. Ugyanúgy föltekerjük, csak kaviár. Igen, ugyanúgy, csak kaviár van benne, igen. Akkor én ebbe rakok tejfölt, jó? Jó. Ez inkább nem tejfölös palacsinta, hanem palacsintás tejföl. Nézd, ide egy picit nyomjál, hogy nézzem meg, milyen ez. Tini, megkóstolom én is. Kifejezés. Ezt más gyümölcsel is készítitek, vagy ezt kimondottan fekete ribizliben? De van málna, van meg mindenféle. És mindnyers gyümölcs. Igen. Óriási ötlet. Igen. Ebből csinálhatsz többet is. Föltekered? Mint egy kis csigát? Igen.
Jaj, de jó ötlet. Ez ilyen vendégváró. De milyen jó. Igen, nagyon jól néz ki. Melyik volt a kaviáros? Ez a kaviáros. Meg kell kóstolnom. Na jó, megy hozzá. Megy hozzá? Jó. És ez egy tradíció. Tradíció, igen. Jó ez az ünnep, nem? Nagyon finom. Finomak a tesztek. Finom. Tényleg minden annyira ízletes, gazdag, a leveseitek, a húsok, rengeteg vaj, ami nagyon jó ízt ad mindennek. Szimpatikus, és nagyon közel áll egyébként a mi ízlésünkhöz. Hát mondjuk nekem egy kicsit furcsa volt, amikor jöttem Magyarországra, hogy nálatok meg minden ilyen paprikás, tehát így mindenben van paprika. Paprikás palacsintatok nincs? Nincs? De bárjál, a Hortobágyi húsos palacsinta. Ja, tényleg, igen, az is paprikával van megoldva. Igen. Úgyhogy nagyon köszönöm. És ami ezután következik evésben, az nem tartozik senkire. Egy kis masztikával, enélkül én egy lépés nem megyek tovább. Komolyan sírva fakadok. Ti mennyit dolgoztatok, hogy itt megmutassátok, mi a görög konyha?